Ez a grafikon azt mutatja, hogy 2016-hoz képest több mint 6-szorosára nőtt a bíróságokra elektronikusan benyújtott beadványok száma. 2013. január 1-től 2018 év végéig pedig több mint 2 millió elektronikus beadvány érkezett a bíróságokra, a legtöbb, mint egy 1,2 millió darab polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi perekben. Ha pedig a bíróságokra elektronikus úton érkezett beadványokat és a bíróság által kiküldött elektronikus kiadványokat együttesen nézzük, akkor a 6 év alatt számuk majdnem elérte az 5 milliót. A megyében is jelentős növekedés tapasztalható az elektronikus ügyiratok tekintetében. Itt valamennyi bíróságra tavaly 300 ezer ilyen típusú értesítő érkezett, de az elektronikus kezdőiratok és utóiratok száma is nőtt. Ez az időszerűség szempontjából azért hangsúlyos, mert nem kell az ügyfélnek a postára mennie, sorban állnia és tértivevényes levélként feladnia azt a küldeményt, amit a bíróság számára elküldene. Továbbá a bíróságnak sem kell arra várnia, hogy adott esetben az a küldemény, amit a bíróság küld az ügyfélnek, mikor érkezett meg az ügyfélnek, visszaérkezette már a tértivevény, ez nagyon sokszor hetekkel elhúzódott ezen körülmény miatt az eljárás. Ez olyan módon egyszerűsödött le, hogy amikor a bíróság az ügyfélnek, aki rendelkezik ügyfélkapuval és vállalta az elektronikus kapcsolattartásnak a lehetőségét, megküld egy ügyiratot, akkor az ügyfél az általa igényelt jelszó alapján be tud tekinteni a saját peres iratába, és már aznap letöltheti azt a dokumentumot, amit a bíróság a részére megküldött. Sterné doktor Deák Andrea elmondta, a modern technikai vívmányok terjedése szükségszerűvé tette, hogy azokat az igazságszolgáltatásban is alkalmazzák. Mint mondta, az elektronikus ügyintézés hozzájárul a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítéséhez, segítségével az ügyfelek költséget és időt takaríthatnak meg. Csupán számítógép, internet hozzáférés, valamint ügyfélkapu szükséges ahhoz, hogy az ügyfél a bírósági eljárások során a bírósággal elektronikusan tartsa a kapcsolatot. A kezdő iratok esetében egy 13-14 ezer nagyságrendű érkezést mutat ki a statisztikai bázisunk. A kezdőirat alatt, tehát azt a keresetlevelet értjük, vagy azt a beadványt, amivel megindul az igényérvényesítés, megindul valamilyen polgári peres eljárás, vagy megindul a közigazgatási munkaügyi bíróság előtti per, vagy adott esetben egy végrehajtási eljárás, ugye, ami nem peres eljárás. Az utóiratoknak a száma, ugye az utóirat pedig az az irat, amikor pereskednek a felek, az ellenérdekű fél bead egy beadványt, és azt a bíróságnak meg kell küldenie a másik félnek. Ezek az iratok ugye 56-57 ezer nagyságrendben mozognak. Sterné dr. Deák Andrea hozzátette, 2018. január 1-től többek között a jogi képviselővel eljáró magánszemélyek, a gazdálkodó szervezetek és a közfeladatot ellátó szervek már csak elektronikus úton érvényesíthetik igényeiket, míg a magánszemélyeknek továbbra is megmaradt a lehetősége a választásra, hogy a bírósággal elektronikus vagy postai úton tartja a kapcsolatot.